persze műgyűjtő, pontosabban szintén a majdnem szempontjából tárgygyűjtő, méghozzá igen megszállottan és igen régóban. Sportolóktól is rengeteg tárgy jutott el hozzá, és ekkor jött az a fantasztikus ötlete, hogy a nála felhalmozódott tárgyakból készüljenek műtárgyak. És a nála őrzött, mindenképpen mondhatni profán, egyszerű tárgyakból, kitűnő művészbarátok közreműködésével, egy művészek kreativitása, tehetsége, eleményessége folytán, egy tárgyakból különös gondolatokat hordozó műtárgyak lettek, amelyekből egy kis válogatásnak a tükör előtti asztalon látnak majd önök. Ezek a tárgyak nagyjából térplasztikákká alakultak. De tulajdonképpen megmaradnak ezek a tárgyak a maguk minőségében, ugyanakkor egy új eszmét hordoznak, hiszen ez műtárgy alakulnak. Nagyon elméleti az, amit mondok, de hadd jelentem, hogy azt, hogy most itt láthatják önök Barcó Andrásnak a házi szobor céltábláját, amit gyakorolt otthon lőni, hogy láthatják Kovács Katalin egyik legendás lapátját, hogy láthatják Németh Imre politikaiban Kalapácsárát és fiának Németh Miklósnak a kerejhegyét egy műtárgyban foglalva, hogy láthatják Dr. Szikos és Dr. Csapó vízilabda sapkáit, hogy láthatják Hideg Putinától Verszélyt szoknyát, tornacipőjét és sportismeres páskáját, és mások mellett mindezen eseményeket is folyamatosan közvetítő, szerkesítő utolsó mikrofonját, de nem a maguk profán voltában, hanem egy műtárgyba foglalva. Ennek itt van egy kis rövid bemutatója, és hát önök előtt nem annyira ismeretesek azon művészekről nevei, akik ezekből a tárgyakból kitűnő műtárgyakat varázsoltak, de Újházi Péter festő, aki Balcóból csinált egy fantasztikus tárgyat, vagy éppen Kalamos Tamás csodálatosan megfestette Kovács Katalinnak a lapátját. Ezek egész különleges műtárgyakká váltak, és hogy mennyire folyamatosan épül ez a gyűjtemény, óriási már a gyűjteménye Kárpáti Tamásnak, az azt bizonyítja, hogy Szepesi Győri bácsi mikrofonjában a tárgy ma készült el, a gyűjtő és most, és itt látja először Regős István kitűnő festő munkáját látható tehát itt. Azért különlegesek a tárgyak, és tulajdonképpen ez maga a felvégeznie, mert Tamás tehát ezeket az egyszerű tárgyakat, amelyek lehet, hogy sportmúzeumban való tárgyak, de mégis így fölemelkednek, valamilyen olyan többlet mondani való fordoznak, ami egészen ritka tárgyát teszi ezeket a tulajdonképpen hétköznapi hatóságokat. Kárpáti Tamás tehát igazán a felvégezni alkot, én alkotónak nevezem, mert ez tulajdonképpen már az, rendkívül szívósan gyűjti ezeket a tárgyakat, és nagyon felfelé módon gondoskodik ezeknek a tárgyaknak az újjászületéséről, újjászülettetéséről, melyek közönségre is kerülnek. Nem véletlenül jó, hogy bejelentetjük azt, hogy a bővédi világkiállításon is ezekből a tárgyakból lesz egy komoly válogatás, és hogy azért nem csak a vívó társadalomból szól, ezt elnök úrnak mondom, hogy hozhattam volna Gerevics kardját és Rejtmilikó törjét is, amelyekből szintén születtek műtárgyak, itt most ez a válogatás hordozza ennek a rendkívüli eszmének a különlegességét. Azt gondolom, hogy első alkalommal is ez a díj kitűnhelyen. Én úgy gondolom, hogy a rejtőzik a tőle már a Magyarországi Bizottságnál, amit vagy talán Magyar Zoltának a kápája, és vagy legalábbis szó van róla. Díját azonban szeretném megkérni dr. Kinkhamer István, a felsőoktatási felelős államtitkár. Adj át tehát a Ferdi eszmeiségi a művészetben kategória trófeát